Tedház fogadta Móron Szentkirályi Alexandra előadását. A kormány szóvívő úgy fogalmazott, a szankciók a jól hangzó ígéretekkel szemben nem hozták el a háború végét. Ezt a magyar kormány már az elejétől fogva látta. Ezek a szankciók ezek egyértelműen elhibázottak, mert nem érték el azt a célt, amit Brüsszel ígért. Nem vetettek véget a háborúnak, és nem fájnak igazából Oroszországnak, miközben Európát és az európai embereket, így a magyar embereket is nagyon nehéz gazdasági helyzetbe hozzák. Éppen ezért nagyon fontos, hogy fel tudjuk emelni a hangunkat a szankciók ellen is. Ennek a nemzeti konzultációnak a keretében ezt most sok millió magyar ember megteheti. A kormány fenntartja a rezsicsökkentést az elszabadult szankciós árak, energiafelárak ellenére, tette hozzá Szentkirályi Alexandra. A kormány szóvívő kiemelte, átlagosan minden magyar család havonta 181 ezer forint támogatást kap a kormánytól. Szentkirályi Alexandra arról is beszélt, hogy a magyar cégeket, vállalkozásokat is segítik. Ezt a célt szolgálja a gyármentő program, vagy például a kis- és középvállalkozások rezsitámogatási programja is. Legalább ilyen fontos az élelmiszer és üzemanyag árakat korlátozó árstopp. Ezeket az intézkedéseket pedig addig fenntartja a kormány, amíg a szankciók miatt ilyen nehéz gazdasági helyzet lesz. A jelenlegi ukrán helyzet szorosan kapcsolódik a szankciós politikához. Erről is beszélt a kormány szóvívő. Azokat az egyébként is tervezett haderőfejlesztési programokat, amikkel a kormány tervezett, azokat felgyorsítottuk, és folyamatosan figyelemmel kísérjük a jelenlegi helyzetet. A legfontosabb az, hogy nem küldünk magyar katonákat, hogy más háborúját vívják helyettünk, nem küldünk fegyvereket Ukrajnába, szeretnénk ebből a háborúból kimaradni, és ennek ez a biztos útja. A kormány szóvívő hozzátette, hogy nem csak a háborúból kell kimaradni, de a nehéz gazdasági helyzetből is. Ennek egyetlen járható útja pedig a szankciók megállítása.